nézzük meg a két csapat összeállítását. Esély, esetleg meg lehet ragadni, amikor pénteken 5 nap múlva kezdődik, azért nehezebb lesz felülmúlni a Pixegetnek, hogy ezúttal ez ne így legyen. Igen, abszolút meg fogva legyen esélyük megnyerni ezt a Magyar Kupa cserezést a korábbi mérkőzéseken. Hogy át tudják fordítani a mérkőzést, úgyhogy egy taktikus, fegyelmezett, nagyon kevés rizikóval támadó Szegedet várhatunk itt. Bobács, Macskovsek, Stepancsics, Bánhidi, Sostarics és Primer így kezdi a találkozót a Szeged, és már is egy labdaszerzés. Jó ómen, hogyha kupadöntőkről van szó. 6. éve játszik Magyarországon, az 5. kupadöntője, nem volt még győztes csapat tagja. Átlövéseket. Ugye az első trófeája a Veszprémmel a tavalyi Magyar Kupa cím volt. Bánhidi Bence. Eldera. No look pass és rossz pass. Remélit. Stepancsics. Bombács lövés. Rá lesz. Védése lelassult az kapusnak. Kezdett a veszprémi kapuban. Remili. Második távoli gólja. Bombács. Ott a válasz. Egyelőre gyors közep. Bolyár dobna egy nagyon mielőtt mondjuk Győrbe távozik. Remili. Vajlupa vissza a helyére. Bánhidi belül. Az első hetest a mérkőzésen. Hozzá Mikler kapujába. És hogy ennyire Miklerre hegyezték ki a Szeged. Elfutott be. Stepancsics. Ligetvári nyúl bele a paszba. Jakja. Remélé. Eldera elkapja. Kiteszi. Mikler. Csak Fabregasot középül. Ezt is Mikler védi. Egy dupla védés a 6. percben. Sostarics. Megint elpiszkálja. Fogott nála is a labda. Remili, Eldera, és egy szép gól, Vajlupau. Bajnoki döntőre, de hát az a 26 győzelem mit sem ér, hogyha végül trófeák. És megpróbál fordulni a Telekom Veszprém. A Ligetvári Patrik fantasztikus egyébként. 3 gólja van már. És megint a gyors szegedi közép kezdés után. Stepancsics fejez be. Mindenki használták, hogy Remili még ünnepelt. Újabb rohanás, oda vitték Stepancsics oldalára a befejezést. Abból szerezték, hogy ők kaptak egyet, és gyorsan áthozták. Igen, de annak ellenére a mérkőzés képe, mint a bajnokikon, sokkal nagyobb az agresszivitás, az elszántság Szegedi oldalról is. Ennek nem sérülés az oka. Macskovsek. Kapufát lőtt. Ezúttal nem jön be az első lövése. Jakja. Sostarics. Szegediek. Veszprémiek vannak többen, ez nem kérdés. Hetest harcol ki Bombács. 8-at lőtt tegnap a Dabas kapujába, viszont kipirosozták. Most egy jó hetessel indít. Jakja. Hidi Gaber blokkon próbált. Bombács, Macskovsek zicser, gól. Egy találatra zárkózik a Pixeget. Kaszádó hát mögött, Fabregas. Szinte viszintesbe. Elképesztő gól. Elképesztő gól. Bánhiditől labdát szereznek a veszprémiek. Pesmábek van ott elől. Az is bent van. Gyorsan visszateszik azt a hármat közé a bakonyiak. Korrigáltak is labdakezelési hibáját Pesmábek. Garciandia érkezik és hagy ki ez. Kaszádó. Deszka repül. És megint csak Mikler. A Várdiával vannak problémák. Martins. Garciandia. Primel ugrik be. És lő gólt. Most leosztja Pesmábeknek.
aki emberrel a nyakán gólt lő. García Andiak. Kovács mögé fut. Két méteres. Kapárán. Sostarić. Másodszorra is. Szélső befutásra próbálnak helyet csinálni a veszprémiek. Csodálatos lövés, Kaszk. García Andia. Vigetvári kezéről vág. Ugyanoda visszaáll. Veszka, Sandel, jár a labda, és megy a kapuba. Vajlubau. Nagyon kicsi, rövid, de rendkívül gyors passz. Veszprémi oldalon 7 játékos szerzett eddig gólt. Martins Ligetvári sáncába. Sandel. Vesmálbek megint kimegy a szélre faltból, és megint gól lesz belőle Vajlubau. Micsoda passz volt Vesmálbektől. Martins belőtte. Inkább egyéni akció, mint összjáték. Remélé. Hát ezt végül is összjátéknak is hívhatjuk, mert szereti Fabregaszt megpasszolni. Kapufát hívta hozzá segítségül. Még hibázott a csapat. Éppen megnyerte ezt a sorozatot. Martins. Nagy elzárás. Ezt használja ki. Sandel. Megint Vajlubau. Kapufa. Ezúttal most nem kapufa gólpa. Ilyen. Martins a kapus kezével együtt. Itt az ő egyéni villanása. Maé, gól. Martins. Odó. Kapufárok. Martins. Odó. Beteszi Bánhidi. Hetes. Hozzá jól. Egyelőre tapadnak a kékek. Szívlelik. Casado. Mellé durrant. Martins. 7 méteres. És Morales most marad. De nem tud védeni. Sostarić kívületi állapotban. Zárkózik a Szeged. Máje meg is támadja. Sandel megy. Mikler. Kipat. Macskovsek még tovább. Martins. Sostarić. Belemenést fújnak. Máje. Fabregas. Megint micsoda gólt lőtt. Macskovsek ad 2 percet pluszban. Fergeteges gólokat szerez. Vanidi. Ugyan azt megcsinálta, mint Fabregas. 7-es lesz. Sostarić megint. Igen, azért már inkább bevállósabbak a játékosok. Lokkolják a berék. A Szeged sokkal, sokkal motiváltabb és sokkal jobb lelki állapotban. És a Veszprém kezdi a második félidőt. Nagy kérdés, hogy meddig fenntartható az, hogy a szegediek majdnem 80%-a, mint ahogy mezőnyben is volt csere, hiszen koszorott először a pályán. Remélik Pesmálbek összjáték. 7-es. Kell a első félidőben. Jakjának most itt a második lehetősége. Be is lövi. García Andia. Martins. Elejért Jensen, de belövi Martins. Martins jól játszik. 4-ből 4 lövése lett gól ezen a meccsen. Koszorotov leteszi még. Ellison gollal jelentkezik be ő is.
Igen, mert Koszorotov is bevihette volna. Ezt is megcsinálta egyedül. Kicsit lépés gyakusnak. Remélőleg. Ez utóbbit megnézzük. Hát belül van. Koszorotov. Belemenést fújnak, és utána ellövi Koszorot. Martins. Odo elejti. Fabregas akarta a legjobban. Lehet, hogy nem is ő esett rá, hanem Bodó zuhant rá a vállára. Még az elfut. Aktívan együtt mozognak középütt a szegedi védők. Reméli eltopok. Macskovsek. Martins kiszedik a keze alól. Jakia, Remili, még egyel tovább, és így üres kapusgól Vajlupau. Ügyelmes volt a Veszprém, bármelyikük rálőhette volna. Macskovsek. Garciandia. Szépen. Bízta ezt a lövést. Koszorotov megint leteszi, Ellison. Ő megint megköszöni. 20-18. Bombács. Martins. Gól. Nem nagyon tud hibázni Miguel Martins. Koszorotov. Eddig egy passz maradt, úgyhogy fel kell adni, el kell lőni. Macskovsek, Corrales, talán hozzáért ő is. Omerilic a spanyolt. Megint Patrik. Jakia, Fabregas, ezt most nem néz. És le is marad, Jelinic helyzete, Corrales! Fabregas megint összeszedte ezt a labdát. Most viszont teljes zicserben, és már be is lövi. Érzik is, hogy ez lehet a pillanat. Bánne, hogyha korrá lesz újabb. Veszprém kapuban három védés. És Sostarics ezt is belövi. Ezt bíráltuk, ezt hiányoltuk a Szeged csapatából, a harciasságot, ez most abszolút megvan. Remili egyéni akciója. Andiák. Martins, de szép bejátszás. Bombács, mintha szélről futott volna be. Úgy jelent ott meg az irányító, illetve feszültség tapintható a levegőben. Elmegy a labda, Remili Fabregast kereste mindenáron, Martinsé a helyzet, gól! Megint visszakapaszkodik egyetlen góra a Big Szeged. Néhány csapatjátékot kéne erőltetnie. Most le is teszi Ellisonnak, aki belövi. Nagy Martin kapujába, mert hogy kapuscsere volt a szegény. Második fél időben. Bombács kapott egyet. Jó, meg is mutatta a játékvezetőknek. Hetes lesz. Remili bal keze. Elég szépen. A mérkőzésre áll Szegedi 7 méteressel. És most is látunk. Két látnak innentől kezdve, mint eddig bármikor. Ebben a Magyar Kupa döntőben. Sostarics első mozdulatra belövi. Egyetlen gól a különbség megint. Masszívan fenn a játékvezetők keze. Micsoda passz Koszorotov, Pesmálbek. Ilyen bejátszást azért nem vártam. Az utolsó negyed óra, Pesmálbek labdát szerez. Szegediek a megint gólt kapnak. Koszorotov. Már pedig gólt kapnak. Mert ez hát belövi. Két okos megmozdulás az orosztól, Garciandia. Passzív lesz. Még egy remek blokk, Macskovsek. És egy rossz indítás. Casado. Megoldotta.
nyilván ródik el a játék, mindenki megy, egyénileg próbálkozik. Megint ez nem Bombacs is. Koszorotó. Jakia. Labdát szerzett Martins. Ott hagyná a labdát. Ez így lépés. Játszanában. Jakia. Szerencséje van. Máhidi blokkjával szemben. Mégis bevágódott. Sostarics. Kapufa! Ez már igen régen volt. Mint 30 perc játékkal ezelőtt. Koszorotov, megint 4 gól. Végig. Bombács. Eldere ugrik oda. És Ligetvári szerzett labdát, ha jól láttam megint. Jakia meg gólt, üres kapu. Győzelem felé. García Andía. Gól. Jól leszorították neki a falat, blokk nélkül lőhetett. Koszorotov alulról is, alulról is! Nem. Gáber válik le. Van a gyors szegedi válasz. Szerezni, gyors gólokat lőni. Koszorotov. Mikler. Nem tudta befejezni az orosz. Martins, de ő sem. Kapu mellé lőtt. Casado. Mikler megint. Ezért ő még ad. Gyorsan elvégzett szabaddobás. Hetes. Macskovsek. Igen. És a labda is bent. Sostarics 8. gólja, mind a 8-7-esből. Jakia. Koszorotov. Ez a 7-6-nak a legoptimálisabb megoldása. Mikler megint egy szépet véd. Kedesélyeit. Szinte a sírból. García Andía. Belőtte. Mert hogy visszajöttek azok az esélyek. 31-29. Casado. Pesmárbeknek leteszi, 7 méteres. Minden szegedi megrohamozza a játékvezetőt. Mint ez a hetes most. Jakia belövi. Szereznie a Szegednek, hogyha a versenyre akar maradni. García Andía. Ő szerez egy gyors gólt. Forrolt az, hogy nem adta. Igen. Most a háta mögött adja. Pesmálbek, 7 méteres. Nagyon megtáncoltatta. Most lefelé lövi, és ez a 33-30. García Andía, Jelinics, még tovább, Sostarics, kihagyja a helyzetet. A Telekom csatában, nagyobb küzdelemben, az idei legélesebb, legszorosabb rangadón. Mikler még véd Ellisonnak is. Betett a mérkőzésen. A különbség az eddigi bajnokikhoz képest, hogy a Szeged hatalmasat küzdött, mindent meg. Volt a Magyar Kupa döntő, hogy az elmúlt 10 évben mindig a két csapat között. De a Telekom veszett. Ezúttal hatalmas. 2024-ben tehát Magyar Kupa győztes, a Telekom Veszprém együttese a férfi kézilabdázóknál. Kedves nézők, az örömképeivel köszönjük!